Üdvözlök mindenkit! Kiválok, már is 8-a, mindjárt megnézzük, mi történt odakint. Az éjszaka az jó volt, párszor ébredtem csak föl. Kicsit hűvös van, de annyira nem vészes. 13,8 fok van benn a sátorban, az annyira nem rossz. Reggel 7:30 van. Most tudtam volna még aludni, de most már azért kirúgtam magamat az ágyból. Jó, hát ima a táborhely. Reggel is. Szemestele videóztam. Remélem. Kicsit gyújtózok, vagy ásítozok. Meg megvárom, hogy kiszellőzzön bentről. Ja, közben mutatom a tájat. Már amennyi látszódik innen. Nem volt ez ószhely. Vannak azért szúnyogok, de nem olyan vészes. Belül egy kicsit bepárásítottam. Annak kell kiszellőzni. De a nap már szépen süt. Mutatom azért, milyen betonplac van itt. Ugyanis innen van jó kilátás. Mindenhol ilyen kerítések vannak. Ott látszódik is. Úgyhogy azért nehéz volt jó helyet találni. De találtam úgy, hogy nem volt probléma. Na, hát ide kihozom a sátrat. A sátorszállítás egyszerű módja. A betonplacot nekem találták ki. Úgyhogy megreggelizek, addig a sátor bőven megszárad. Eltucolok, és 8 óra magasságában indulok is. Amúgy nincs rossz idő most már. Eddig se volt. De most már szépen melegszik az idő. Ideális reggeli kajálóhely. Lepiknikeztem. Kolbász. Hagyma. Majonéz. Meg a kenyér. Indulás előtt még egy utolsó kis bejelentkezés. Felcuccolva, pringa. És ettől a csodálatos tájtól akkor el is köszönünk. Visszamászok Diós Jenőre, és ott megpróbálok átjutni a Királyrétre. Ez a vasúti sín. Balassa gyarmat és Vác között közlekedő Intercity-nek a vágánya. És ha oda a dombra felnézünk, mindjárt rá is közelítek, az már ott a Nógrádi vár.
Itt csak kóstolóként mutatom meg távolról. Voltam már ott, tehát csomagos bringával elég nehézkes lenne feljutni. Másik irányba, bár most a fáktól nem látni semmit. Van Diós Jenő. És akkor kicsit visszanézek. Itt a kanyarba jobbra voltam bent. Én itt kimegyek, és hamarosan a főúton vagyok. Remélem jól látszódik a 14%. Adok föl. De én most nem arra megyek. Tegnap arra gurultam, ugye erről nem készült felvétel. Na, amit kerestem, az itt ez. Ez a hadiút. Bár rohadtul nincsen kitáblázva, hogy ez itt az. A lényeg, hogy ez az út elvisz egészen Királylétig. Hát erre még nem jártam, úgyhogy nekem is egy felfedező túra lesz. Ahogy elnézem, jó kis erdei út lesz, de tegnap országúti sokkal találkoztam egyik eső beállásom alkalmával egy buszmegállónál. Ők azt mondták, hogy hát ők itt jöttek végig, úgyhogy ha országútival végigmentek, akkor én is végig fogok menni. Na, kíváncsian várom a folytatást. És ugye akkor 350 méter tengerszint feletti magasságot mutat a tábla. Az órám se csal. 352, teljesen tökéletes. No, megpróbálok majd útközben felvételt készíteni. Bízok benne, nagy százalékok azért nem lesznek. Mármit legyenek, csak akkor nem videózok. Igazi, bocs, ha remeg. Elnézést, merev villa. És a kövek, szóval Hadi úthoz méltó, teli van kővel, hangulatában nem rossz, lopva csalja föl 4%-kal az emelkedő magát. Emelkedtem már 40 métert az előző bejelentkezés óta, mondjuk sokat nem haladtam, mondjuk így kamerázva meg még úgyse haladok. Úgyhogy majd megjelenkezek. Haladtam Diós Jenő. Igazából csak a kilátás miatt álltam meg. Nem tudom, mennyit ad vissza a kamera. Szép. Lett volna még egy tavam is. Térképen ugyan láttam. Ott csillog. Ha tisztít a kamera. Hát nem tudom, középen nézzétek. Ott. Fürödhettem is volna, de hát azért hideg volt. Vagy én fáztam. Na, mutatom az utat kicsit vissza, így. Így néz ki, hát igazából mezei, erdei földút. Szélesen persze kövekkel, a neve Hadi út, itt a Börzsönyben. Van egy kis panoráma napsütéssel szembe, de remélem azért lehet látni valamit. Nem kicsit kilaposodtunk, én meg nagyon könnyűbe vagyok. Nekem tetszik ez az út. Eddig nem rossz. Két Montissal már találkoztam. Igen, csak néztek rám, hogy csomaggal jövök fölfele. Ott lenn Nógrád település a várra. Talán meg is állok, mielőtt még a fat kitakarja, és akkor rázumolok egyet a várra innen. Mondjuk itt jó lesz. No, tehát a Nógrádi vár, ott van, alatta Nógrád, mint település, illetve az ott már Nógrád megye, de szerintem ez is, és hát akkor a kilátás, a panoráma szép.
nyomokban feltűnt a régi aszfalt. Eddig is volt, csak nem ennyire stabil meglévő állapotban. Nem mindenhol ilyen szép sima. Vannak olyan részek, amik engem a bükre emlékeztetnek. Igaz, csak egyszer jártam a bükkben, de rázós élmény volt a régi aszfalt. Hát most ugyanezt idézi az is. Vannak kisebb mocsarak, gondolom a tegnapi vihar után, meg amik úgy voltak a héten. Úgyhogy azokat egy kicsit kerülgetni kell, szerencsére nincsen sok, és még nem kellett egy patakot se átmásznom. Kicsit megsokasodott, szóval kicsit megsokasodott a dagonyás élmény. Életnek van, jelen emlék elment mellettem egy hobbi kerékpáros. Tényleg lassan haladok amúgy. Tíz óra is elmúlt. Na már közeledek Királylét felé. Királylét. Oh. Szóval most Királyléten tovább gurultam. És Kóspalak felé fogok lassan elkanyarodni. Kicsit feltámadt a szél. Remélem azért lehet hallani, amit mondok. Jó idő van, de jó azért végre kijönni a napra. Az erdőben már kicsit hűsi volt, ugye hosszú ütit is felvettem. Lassan a 20. kilométer felé közeledek, és 238 méterre visszagurultam. Ereszkedtem igazából, mert ugye az erdei szakaszon az nem volt nagyon gurulás. De szép volt. Most már szinte végig aszfalt jön. Kóspallag felé lekanyarodtam, és végre megkezdődött a hegymászás. Már olyan nagyon nagy szint nem lesz. Meg inkább ilyen föl-le visszagurulások. Mármint fölmászás, lemászás, de nemrég már belkóstolta egy 7%-ba. Úgyhogy élvezkedjünk. Kismászást követően nagyjából 350 magasságig fölmásztam, és most megint gurulok lefele. Ugye az irány Kóspallag még mindig. Hát itt az erdőben olyan 17,5 fok van. Látszik, azért vannak kerékpárosok is. Na, ha jól emlékszem, akkor innen a Kóspallag következik. Lassan. Van itt egy kis tó is. Nem rossz, egy kis horgásztószerűség. Nekem meg figyelni kell, mert ma na, itt jobb kéz felől van egy kis kilátás a hegyekre. A Börzsöny csúcsaira. Hát most elnézést, de meg nem mondom, hogy melyik. De hát oda tartok közéjük. 14%-os lejtő. Hát jó, akkor ezt két kézzel fogom. Kóspallag felé vezető elágazásnál én ugye jobbra fordultam Kisnóc irányába. Ez az út fog elvinni egész Nagy Börzsönyig. Előtte még lesz egy nagy írtás puszta,
aminek még úgy van neve. Ott van egy nagy szállásadó, azt hiszem talán hotel. Most ebben nem vagyok biztos. És finoman, de kóstolunk bele a hegymászás rejtelmeibe ismételten. Jó, emlékszem, akkor most is a 500 környéke lesz a max, ameddig felmegy az út, illetve le, meg fel. Hát ez vár most rám. Ha lesz valami érdekes, mindenképpen bejelentkezek. Kisírtás puszta fele arra kellene menni. Én nem arra megyek. Tovább az aszfalton. Ez a érsek tisztás 461-en. 450-et mutat a mérőm. Se baj, annyit még tévedhet. Egy-két bringással azért találkoztam. Annyira nem kihalt a környék, persze autók is jönnek. Úgyhogy azért figyelni kell. Üdvözlök mindenkit, nagy írtás pusztán. Igen, jól emlékeztem, itt egy hotel van. Mindjárt lesz rálátás is jobban. Itt van strandjuk, medencével, étterem. Ez volt kiírva nem olyan rég. Mindennel csalogatják itt az ember. Azért készülnek az esőfelhők is, ahogy látom. Itt jobban látszódik a hotel. Szent Orbán fogadó. Egész pontosan. Strand, étterem, teniszpálya. És a rengeteg turista. Autóval persze. Mármint most épp gyalog. Én meg kaptunk megint egy kis földutat, de nem is azt akartam mutatni, hanem megkaptuk a kisvasutat magunk mellé. A hangját is hallottam nem olyan rég. Hát ez az a kisvasút, amit tegnap is láttunk. Láthattunk. Na. Nagy írtás pusztai megálló következik. Íme tessék. Na. Irány tovább. Újabb kaptató be az erdőbe. Újabb gurulás. Eszméletlenül hangulatos kis erdei árkád sor. Bal kéz felől eszméletlen nagy kavicsos föld. Jobbra lent a völgy. Itt pedig a visszafordító. Az aszfalt amúgy kiváló. Egy-két helyen leszámítva, de az ember észreveszi úgyis. Mint ha ránk sötétedett volna, hát olyan ez az erdő. Hát az aszfaltnak köszönhetően, hát 11, fél 12 van. És azért már sikerült 32 km felé nyomnom a távot. És már 576 méter szintet is sikerült összeszednem. És jelenleg 400 méterről ereszkedek folyamatosan. Nem tudom, hogy meddig. Amilyen kőrakások vannak itt. Azért itt voltak turisták. Egyiket még útba is kellett igazítanom. Nagy írtás puszta felement. Ez a durva, hogy még ideig is el lehet jönni autóval. Kíváncsi leszek, hogy a Börzsöny másik fele az. Mármint oppa, 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 oppa. Szóval a nagy látványból majdnem esés lett.
Még egyszer jártam ezen az útszakaszon, de ez nagyon tetszett nekem. Itt az út, hát így megkerüli a völgyet, körbe, és ott van az út a túloldalon. Ott a vonalvezetést lehet látni. Ott fogok majd tovább menni. Eszméletlen látványos. Bár ahol enged kilátást az erdő. De amikor legutóbb erre voltam, tetszett. Csak gyülekeznek a felhők. Aminek azért annyira nem örülök. És a völgy óta csak gurulok, gurulok, gurulok. Már 300 méteren vagyok. Megálltam már ennél a pataknál egy kicsit gyönyörködni. Amúgy ez egy visszafordító, tehát itt kanyarodik el az út, és megyek tovább lefele. Az út eszméletlen fasza, hát néha kanyarokba figyelni kell ilyen kavicsfer hordásokra, illetve az erdőt járó turistákra, azért érdemes odafigyelni. Hangulatos kis útszakasz, aki teheti, az... Szóval aki teheti, az jöjjön el, nézze meg magának. Aki még nem volt természetesen, aki meg már volt, jöjjön el még sokszor, hiszen nagyon fasz ez a hely. Ez itt még aszfalt, egész pontosan idáig. Tudtam is, úgyhogy én nem lepődtem meg. Nagy Börzsönyhöz felé még egy 2-3 kilométer, ami már ilyen agresszív út lesz. Van itt egy patakunk is, ami itt csordogna. Annyit tudok, hogy állítólag az utat azért nem csinálták meg végig Nagy Börzsönyig, hogy ne járkáljanak fel autóval. Már elég jó, át lehet amúgy vágni Kóspalag felé. Vagy hát át lehetne. Úgyhogy még egy pár kilométer zögykölődés következik. Aztán a mai terep szakasznak az ennél vége. Mutatom a keréke, volt egy kis dagonyázás is. Most már hamarosan lent vagyok. Mutatom a tájat. Hát, szép a panoráma. Lehetne mondani azt is, hogy azért megérte megküzdeni. Azért biztos vannak szebb helyek is, de én ezzel a picikével is beérem. Elmentem egy futócsaj mellett, nem is tudom mikor. Nem álltam meg nagyon pihenni. És olyan lassan jöttem fel ezen a kavicsos részen, hogy egyszerűen utolért, és már el is futott mellettem. Nagy Börzsöny. Templomtér. Fantáziadús névvel. Itt a templom. Egy kicsi zögykölődés után kijutok a főútra. Nagy Börzsönybe legurulok. Az Ipoly menti kerékpárútra, ami ugye egyben egy út is, autóút természetesen. És elgurulok Letkésig, ott majd még kitalálom, hogy mi lesz a további program. Itt balra mellettem, ahogy éppen kacsázok, Nagy Börzsöny. Egyetlen talán látnivalója a Szent István templom. Nem csúnya amúgy kívülről se, meg belülről se. Kapum az záró volt, úgyhogy nem mentem be. És akkor hát a üdvözöljük Nagy Börzsönyben még a tábla. És a táj. És egy nagy gurulás következik majdnem sokára. Ráfordulok a Ipoly menti útra.
Letkés. Pontosabban megyek Szlovákiába, kicsit külföldnéző túrára. Azoknak mutatom, akik esetleg még nem jártak erre, hogy ez így néz ki. Tehát átmegyünk a schengeni határon. Mert nem fog jönni mögöttem autó, már akkor le fognak tüdelni. És hát tegnap ugye nem mutattam meg az ipolyt, nem nagyon volt rálátás, szinte semmi. Úgyhogy akkor most pótolom. Jó, autó nincsen. Itt van megbújva a híd alatt. A határfolyó. Tessék, az ipoly. Ez pedig már Szlovákia. Az ipoly, illetve Szlovenska Republika. Nem teszek meg sokat Szlovéniába. Szlovákiába, csak közúton így lehet eljutni Esztergomba, innen legalábbis, ha csak nem kompolok szoptól, de hát fizetni nem fogok érte, úgyhogy ez a kb. 15 kilométeres kerékpártúra belefér bőven 1:30, úgyhogy még úgy döntöttem, mielőtt hazamegyek, egy esztergomb, egy dobogókő, aztán haza. Hát, nem tudom, ki veszi a képen észre a hibát, de az a szlovákoknál sem minden százas. Ugye ott egy kicsit hátrébb, ha tekintünk, gyönyörű szépen lenyírt fű mindenhol, csak hát a pad alatt felejtették el. Ez még egy elviselhető pad, de mutatom, amit kinéztem, ami kicsit árnyékba lett volna. Úgyhogy én azt most kihagytam. Hát igazából ipoly szalkán vagyok, igazából csak átjöttem. Viszont szereztem vizet még Nagybörzsönynél, megmutatom a kávékészítés rejtelmeit. Megyünk egy ilyen 3:1 cuccat. Beleöntjük ebbe. Ide. Öntünk rá vizet. Rátesszük a tetejét. Összemixeljük, és kész. Ennyi a kávé. Úgyhogy egészségemre. Kis szlovákiai látkép, és ha ma még nem mondtam volna, a túra mai résztvevői egyes szám első személyben vannak. Bandi bácsit üdvözölhetitek, aki szerény személyem. Azért nem tartjuk fel a szlovákokat, már rengeteg magyar autós is itt szokott átvágni, ugyanis közúton igen, csak macerás átjutni. Ebből a szemszögből nagyon is jól jött a Schengen élvezet, nem kellett maceráskodni a határátkelésnél. Ezért senkit ne tévesszem meg. Kis dombocska mászás. 165 méteren vagyok. Azért 4%-ot ez is hozza rendesen. Ezért a kis levágásért is mondjuk úgy, hogy meg kell küzdeni. Mutatok egy kis visszatekintést, lassan ki lehet látni a bokrok között. Azért a Börzsönyke nem csúnya. Nagyon jó idő van amúgy. Napon határozottan meleg van. Azt mondja, hogy 30 fokot mutat a hőmérőm, ami persze nem igaz, de tűz rá a nap.
Garamkövesden érdemes egy kicsit megállni, de nem a százalék miatt, nekem minden ugye lefele visz, hanem a látkép miatt. Nem tudom, ki ismeri fel ott a távolban, az ott már az esztergomi bazilika. Kicsit mondjuk az oszlopok belelógnak, ez zavarja talán a kilátást, de innen mindig jó hazapillantani. Még ilyen kis külföldi távollét után is. Párkányban az a csodálatos, hogy ilyen fantasztikus magyar rappet hallgatva gyönyörködhetünk az esztergomi látképben, azaz magyar honban. Szemben az esztergomi vár, illetve a bazilika csodálatos látványa. Elkészítettem a kötelező fotót, amin én ugyan nem vagyok rajta, de a kerékpár az igen. Mutatom még a mai menüt. Rakott káposzta, igazi hungarikum kenyérrel. Ami még lemaradt megemlítésként, az a Mária Valéria híd, amin át fogok kelni Magyarországra. És pont. Híme a hídon való átkelés. Hát most a járdán jövök. Nem ott szoktam átmenni, hanem itt az autóúton, feltartva a tömeget. De most csak azért, hogy mutassak egy kis panorámát innen. Ugye a jobb oldalán vagyok most a hídon. Balomon a vár. Szép panorámája van Esztergomnak. Csak hát a mi oldalunkról annyira nem lehet kiélvezni. Na mindjárt elérem a felező vonalat. Szerintem azt már elhagytnám, itt van. Túloldalon van tábla, itt nem. Szóval ez itt már Magyarország. Úgy lesz volna mellettem, na mindegy. Ott a tábla is mutatja. Ez itt Magyarország. Ez már dobogókő. Dobogókő felé vezető út. Ez még csak a felvezető. Nagyjából 5 kilométer. Onnan pedig 10 fel. Nem pont a dobogókőig fogok menni, hanem csak a két bükkfa nyeregig, nem olyan 600 méter magasságban van. Mielőtt elindultam volna még, kiasztálva, hogy már vasárnap is boltolhatunk, feltöltöttem italkészletemet, mert az kifagyott, víz lett volna, de vizet végszükség esetén. Cukrosz Matyi meg adja az energiát. Esztergom felől csak azért szeretek feljönni, mert olyan faszán szerpentinezik az út. Most ilyen 4%-kal, de még az elejében vagyok. Rengeteg a motoros, ahogy várható. Volt. Hát nagy kilátás nincsen. Nem is volt sose. Úgyhogy csak egy-két ilyen rövid bejelentkezés lesz még. A Pilis Szent Léleki elágazás után egy kicsit szétnyílik a táj. Egy kicsit nem az erdőben megyünk. Kb. Ekkora látványt nyújt ez az út. Motoros. Sokadik. Közben meg lehet csodálni a készülő esőfelhőket is. Remélem nem kapok belőle. Gyerek előtti legmagasabb pont. Órám szerint 5.66. Gyerek ez egy... Mármint a park részéhez. Kicsit vissza kell gurulni. Balra ugye dobogókő.
Még három kimcsi, Pili Szentkereszt, az már gurulás lesz, 4 kilométer. Az ott már Pest megye, és a öltöző szintere. No, GPS alapján 578, magasságmérő 578, úgyhogy atom pontos, még kalibrálni se kellett, nem is kalibráltam, úgyhogy tegnap csak mikor indultam, még reggel. Na és akkor itt a Dobogókő felé kanyarodó főút, föl, jobbra ugye, ahonnan a motoros jött, maga az autós is jön, az pedig Esztergom felől, tehát ahonnan én is jöttem. Én innen gurulni fogok lefele. Azért mondok egy kis szintemelkedést is. 1250 a sportrajongóknak, és mindezt 82,69 km alatt. Úgyhogy az első 40 km-t ugye Börzsönyben tettem meg, nagyrészt terepen. Ha valakit még érdekel, akkor itt a sorompó éppen nyitva van. Általában nem szokott nyitva lenni, de itt lehet fölmenni Pilis tetőre, szintén kerékpára. Hát vegyes minőségű úton, de föl lehet jutni. Még egy utolsó előtti fotó, a fotófelvétel a túráról. Az ott a távolban már a 3-as határhegy. Mellettem pedig a Pilis hegyvonulatai. Nem egy klasszikus módon, de nincs kedvem hazatekerni. Mármint hazatekernék, csak annyira unalmas a pesti bevezető, illetve Pesten keresztül tekerni, úgyhogy vonatra szállok, és Pilis-Vörösváron, és ott már nyugatinál leszállok a vonatról. Ezzel egy kicsit csalok, de hát itthon vagyok Magyarországon, itt még meg lehet tenni. Szóval akkor nézzük a számokat. Mai napra 6 óra lesz, 6 órakor jön a vonat, még van 10 percem körülbelül az indulásig. Azt mondja, mai nap 98,11 km. 6 óra 30 percet csücsültem nyerekben. Hát reggel 8:30 körül indultam el végül is. 15,7-es átlag sebesség, max speed sebesség pontosabban 55,46. Akkor még egy magasságadat, 1356 méter fel, 578 volt a max, átlag mag százalék 4, max az 9% volt, lefele meg 1368. Ennyit a számokról. A távolban még megmutatom, ott van Pilis tető. Hát nem akar nagyon, de ott van. Ott van a kilátó is fönn. A Pilis legmagasabb csúcsa, 750 méterrel. A Bandi bácsi, azaz jó magam, köszönöm, hogy végignéztétek a filmet. Nem tudom, hogy még egy esetleg két részbe kerül-e föl. Ez egy májusi egyszerű hétvégi túra volt, olcsón kihozva, vadkempinggel. Már az olcsót azt most megcáfolja majd a 700 forintos vonatjegy, de se baj. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és hogy megnéztétek még egyszer a filmemet. Sziasztok!